Szeretnék egy könyvet ajánlani. Hogy miért? Azért, mert van ma Magyarországon körülbelül 400 ezer olyan gyermek, aki szenvedélybeteg családban nevelkedik. És ha ők élőláncot alkotnának, az bizony elérne Budapesttől Pécsig. Látványos lenne, igaz? No és akkor szorozzuk meg ezt a számot legalább még 5-tel, azoknak a felnőtteknek a számával, akik szintén szenvedélybeteg családban nevelkedtek, és mindjárt ott tartunk, hogy a magyar lakosság legalább 20%-áról beszélünk. Mégis leginkább láthatatlanok vagyunk mi, elfeledett gyermekek, pedig amiben nevelkedtünk, annak akár életre szóló negatív hatásai lehetnek, és mégis alig szól rólunk értünk valami. De szerencsére vannak elhivatott szakemberek, akik azért dolgoznak, hogy ez ne így legyen, hogy induljon el a változás, és végre kapjanak nagyobb figyelmet, és megfelelő segítséget ezek az emberek. Köszönet a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak, akiknek ebben oroszlán része van. Ennek a törekvésnek, ennek a munkának köszönhető, hogy végre bolti forgalomban is elérhető az Apa, Anya, Pia című könyv, amely arról szól, ami az alcíme is, hogy hogyan találhatják meg a szenvedélybeteg szülők felnőtt gyermekei mégis a boldogságot. Segít az érintetteknek saját gyermekkorukra visszatekintve megtalálni az utat egy elégedettebb élet felé, írja ajánlójában dr. Bodrogi Andrea. A benne lévő izgalmas önismereti tesztet szerintem bárki kitöltheti, és rálátást kaphat főbb személyiség jegyeire. Természetesen kipróbáltam, és igen, a bennem élő Teréz anya, Robin Hood, Jancsi Bohóc és Maugli, tulajdonságai, személyiségem örök részei, de már megtanultam őket saját magam és mások hasznára fordítani. Ajánlom tehát ezt a kiváló könyvet érintetteknek, érdeklődőknek és szakembereknek egyaránt. És aki elolvasta, majd írja meg, hogy a tesztben neki mi jött ki.